Így néz ki madártávlatból Dombrád város címere, amit a helyiek színes pólókban formáztak meg az iskola udvarán. Az idei 10. csülkös napon a 7. rekordkísérlet zajlott a városban. A mostani kihívás az volt, hogy Dombrád legyen Magyarországon az a település, ahol a legtöbben együtt éneklik a város dalát. A város lakossága azt a célt tűzte ki, hogy a Rekordok Városa címért indul, és egy nagyszerű rekord felállítására kerül most sor, mert hogy a 7. rekordot döntjük már most meg. Volt már palacsintasütési rekord, aszfaltrajz rekord, lufi eregetés, szalonnasütés és nagyon-nagyon sok szép dolog. Aztán a mai napon pedig szeretnénk a városdalát elénekelni, Dombrád címerének az alakzatába felállva. A regisztráció során több mint 700-an jelentkeztek a rekordkísérletre. Az iskola udvarán egy térháló segítette a különböző színű résztvevők elhelyezkedését, így a magasból nézve a város címerének fő színei szépen kirajzolódtak. Az előkészületek azok egy hónappal ezelőtt kezdődtek meg, a rekordkísérletben 620-an fogunk részt venni, ez a terv, ennél lehetünk többen is, a pólók már elfogytak, úgy gondolom, hogy a rekordunk az sikerülni fog. 3 napig rajzoltuk fel a motivumot a pályára, hogy minden minél szebben mutasson, és az 5 fő szín fog kibontakozni benne, reméljük, hogy a rekordhitelesítő úr is elégnek fogja találni. A rekordkísérletet végül több mint 500 résztvevővel hitelesítették, így Dombrád a 7. évben is megdöntött egy újabb rekordot.